Közel 100 éve Maróti Kálmán tervei alapján épült a mai Józsa András Múzeum épülete. Eredetileg pénzügyi palota volt, a II. Világháború után pedig a megyei szakigazgatási szerveknek adott helyet, később az MSZMP székházaként működött. A 153 éve alapított Józsa András Múzeum 1974-ben nyitotta meg kapuit ezen a helyszínen. Az elavult épület korszerűsítésére a nyíregyházi önkormányzat nyert közel 3 milliárd forintos forrást. A felújítás nem csak statikai, energetikai, hanem muzeológiai szempontból is elengedhetetlenné vált. Ugye egy 2,8 milliárdos felújítás kezdődik majd a múzeumban el, és nyilván a fontosságát több okból is figyelembe vehetjük. Az egyik az, hogy ez az utolsó épülete a kulturális negyednek, amely még nem újult meg, egyben a legnagyobb is, ugye több ezer négyzetméteres területről van szó, egy olyan kulturális intézményből, amely a legrégebbi itt Nyíregyházán, és az épület már igencsak elhasználódott, tehát modernizálni kell, és erre szerzett az önkormányzat forrás és támogatás, és most megy per pillanat a tervezése az épületnek. A látványtervek egyelőre nem készültek el. A korszerűsítés az épület A és B szárnyának mintegy 4000 négyzetméteres területét érinti. Az itt őrzött több mint 1 millió műtárgyat, valamint a berendezést több helyszínre költöztetik majd. A felújítással a múzeum 21. századi arculatot kap. Ennek a turisztikai pályázatnak az a lényege, hogy minél több látogatója legyen a múzeumunknak, és minél több időt töltsenek az oda elérkezők. Ahhoz pedig nekünk attrakciós elemeket kell biztosítani. Tehát a pályázat végén, egyeztetve a tervezőkkel, a kivitelezőkkel, a Józsa András Múzeumban eddig nem látott 15 új turisztikai attrakcióval szeretnénk kedveskedni a látogatóknak. A nagyszabású beruházáshoz egy megyei területfejlesztési program is kapcsolódik. Ennek köszönhetően várhatóan 2023-ban egy irodalmi múzeumot és kávéházat is kialakítanak, melyet a főépülettel üvegfolyosó köt majd össze. A múzeum január 31-éig még látogatható. Addig a jelenleg berendezett állandó tárlatokat is megtekinthetik az érdeklődők. Február 1-től azonban az épület a felújítás teljes időszaka alatt, várhatóan 2023 év végéig zárva tart. A Kállai Gyűjtemény és a Sóstói Múzeumfalu ebben az időszakban is várja az érdeklődőket.